Thank you.
Oh,
megtalálni. De nem tudom, hol keresem, merre lelem. Thank you.
Thank you.
maga a legénynek? Adtak őket, Maszkó bátyó. Sosem értem volna el eddig, ha el nem gurítjátok azt az írzatlan nagy sziklát az utamból. Inkább nekem kellene hálátoznom. Ha én is ilyen erős lehetnék, a Maszkó elejénél sokkal több az, ami az ilyen embergyerekek szívében és esében lakozik. Ezt ne feledd, Brumma Brum! Már is megyünk, Brumma Brum! Sok szerencsét, Brumma Brum! Minden jó, nektek is! És köszönöm! De Isten igazából elfáradtam! Csak tudnám, hogy jó helyen járok-e! Nini, a vasbocskorom egészen elmást! Azt jelenteni, hogy megérkeztem! Csak legalább az én pikpirit barátom lenne itt! Thank you.
Akitől az én egyetlen
alpó fiamat kérdezhettem volna. Húha, hú, favágó! Talán halljátok-e? Én kislegénykémet, kedves gyermekemet, vajon láttátok-e? Nem láttunk mi senkit hosszú idők óta. Hát nem tudom, jó asszony, hogy ez a kegyetlen sárkány birodalma. Ide igyekezett, feneketlen tóhoz. Na, rúd sárkány. Jaj, a szívem is elállt, alig jutok szóhoz. Hol keressem, merre menjek, kitől kérjem? Addig pedig meg nem állok, míg rá nem akadok valahol. Thank you.
Nézd! És csak úgy cikrázott a szeme? Talán még nem például is gondolná. Aha! Egyszer algalma se volt. Én csak a sűrítmótól élek. De aztán ugye ti is féltek, csak nem halljátok be. És mondd tovább, volt aranyos ruhája, paripája, páncéja. Ez mind nem volt, de nekem mégis tetszett. Azt hiszem, aranyba jutott.
hajó lány. Édes fiam, jól vigyázz! Mert utoljára segíthettem rajtad.
volt. Most már semmit nem választhat el tőle, szépséges aranyhajú. Viszlek haza a falunkba. Vár az édesanyám. Thank you.
takart az ár, hogy még sosem láttunk szép tündérvilágot. De szépek vagytok. Hát gyertek velünk. Jobban esik. Mi megyünk. Mielőtt kiskendőt letem búcsúzóra, álljatok meg vélünk egy utolsó szóra. Áruld el a titkot, erőt titkát kérdem. Hogy sikerült néked, mi ezernek nem? Mi még senki sem. Nem is tudom. Thank you.
Tilalföldi Krónika júniusi adásában egy mesével búcsúzunk Önöktől. A történet úgy kezdődik, hogy Békés városában 20 évvel ezelőtt kezdte meg működését a zeneiskola. A zenét szerető gyerekek és tanáraik a jubileumi évfordulót egy nagyszabású mű, Békefi Antal, Békurdi Piroska, Feneketlen Tó című daljátékának színre vitelével ünnepelték meg. A többit meséljék el a békési gyerekek. Viszont látásra egy hónap múlva. Hogy sikerült néked? Mi ezernek nem, mi még senkinek sem. Nem is tudom. A jóság lakozik tiszta szívedben, a erős akarat ragyog a nevedben, a meleg is. Hegyaljai falu végen, mesebeli erdőszélen élt egyszer egy asszony egyetlen fiával, Palkóval. A fiú elment a feneketlen tóhoz, hogy a háromfejű sárkány rabságából kiszabadítsa aranyszálhajú magyar Ilonát. Mindenki segít neki az erdőben. A tündérek, a manó, a mackó, a mókus és még sokan mások. Az pedig már nem mese, hogy a gyermekoperában 110 békési általános iskolás énekes, táncos, kórustag nyújt kitűnő teljesítményt. Az előadás sikeréhez szüleik, valamint békési és békéscsabai üzemek, vállalatok, szövetkezetek is hozzájárultak, ugyanis minden díszletet, jelmezt, kelléket ők készítettek. Bátorságomat! Ó, aranyhajú tündér! Teljeted mutattam! Csak azt láthattátok! Baltám, hogy jó, éles! Szívem a helyén van! A Feneketlen Tó című gyermekopera a következő évadban még többször is látható a Békés megyei Jókai Színházban.